Bence autizmussal él, de sok tekintetben mégis olyan, mint egy átlagos tínédzser. Jó tanuló, sportol és ügyesen zongorázik is. Valami mégis hiányzott az életéből, amihez édesanyja segítségét kérte. Bences magántanuló, jár közösségbe, mert sportol, például aikidózik, viszont saját barátja nincsen. És ő nagyon szeretett volna barátokat, és ezért találtuk ki, hogy legyen egy olyan közösség, ahol ők megtalálhatják egymást, mert hogy eddig ilyen nem volt. Miben különbözök? Azért, mivel hogy más az olyan viselkedek, az autisták érzékenyebbekkel, mint egy átlag ember. Mikor belefogtak a klub szervezésébe, először nem is sejtették, hogy ekkora igény van egy olyan térre, ahol az autista fiatalok játékos keretek közt ismerkedni tudnak. Pedig hamar kiderült, hogy Bence egyáltalán nincs egyedül ezzel a problémával. Kristóf nagyon nyitott gyerek, tehát nagyon könnyen köt ismerettséget és barátokat, viszont a barátság megtartása az nehéz számára, a mentalizáció nehéz neki. Ez azt jelenti, hogy nem mindig látja, hogy hol a határ a barátságban, és illetve a többiek miért és hogyan viselkednek úgy, ahogy, és ezeket a jelzéseket, ezeket nehezebben veszik, és emiatt nehéz megtartani, és ebben szeretném neki segíteni. Annyira jól itt olyan emberekkel, akik ugyanolyan nehézségekkel küzdködnek, mint én, például a Bencés ilyenekkel küzdködött, azt most barátaső hullott nem még az égből, és lehet, hogy velem is egyszer ilyen. Ő a Csugi Bogár klubnak az arca. Én vagyok az arca. Te. Ez az arca. És magát a Csugi Bogár klub nevet ezt ő találta, aki ő rajzolta meg a logóját. A programokon résztvevő Csugi Bogarak játékokkal és kreatív kézműves tevékenységgel ismerkedhetnek meg. Most éppen a fazekas mesterség fortéjait sajátítják el. Nagyon jó dolog, ha szakember egy kicsit próbálja összehozni a gyerekeket, ha nem csak ülnek egymás mellett, hanem együtt énekelnek, nevetnek, táncolnak, játszanak, korongoznak, teljesen mindegy, de együtt csinálják. Itt ezen a foglalkozáson most az együttalkotás volt a cél, az, hogy itt barátság, jogszívű gyerek, hogy olyasmit csináljanak mindenki, ami valami közösséget teremt. Kívül az anyagnak nagyon sok fejlesztő hatása van, tehát eleve az, hogy ezt meg kell valahogy formázni. Elindít olyan folyamatokat, amik segítik az ő fejlődésüket, illetve ez a koszosság. Látjátok a kezemet, tehát ezt őket zavarja többnyire, és itt átlépnek egy olyan küszöböt, ami számukra nagyon hasznos és fejlesztő hatású. Én azért jöttem ide, hogy megismerjek olyan gyereket, mint amilyen én vagyok, és rájöttem, hogy sokan vannak itt, akik sok barátot szereztem itt. Az iskolában senki nem akar velem játszani, de anyukám mondta nekem jó program, és azt is, hogy itt sok ember azzal küzd, mint én. Most ez az első, hogy én itt vagyok, és ebbe a játékba befogadtak. Nagyon pozitív visszajelzés. A 16 éves kislánytól volt, aki ránk írt a Facebookon, hogy ő eljöhet-e úgy, hogy ő nem érintett, de ő csak szeretetet szeretne adni, és eljöhet-e így. Ez egy hihetetlen érzés volt nekem, hogy azért vannak is, hogy fiatalok, tényleg 10 évesek, akik így gondolkodnak. Nagyon fontos, hogy érzékenyítsünk, meg nagyon fontos, hogy elfogadják őket, támogassák, segítsék, de ők barátokra maguk között fognak találni. És ennek a helynek ez a célja. Az a kis közösség elkezdett így együtt élni, és hát reméljük, hogy ez ebből még sokkal több lehet.